Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit! A Voszinszky-Mór megyei múzeum elengedte az idei évet, a Babits Mihály Kulturális Központ viszont még bizakodó, és csak a következő 30 nap eseményeit mondta le. A november 11-én életbe lépett kormányrendelet értelmében mindkét intézmény bezárt. A Babits új koncepciója, hogy felköltöznek az online térbe. A koronavírus járvány intenzív terjedése miatt vészhelyzetet hirdetett a kormány, és az újonnan bevezetett korlátozások közé estek a szabadidős tevékenységeket végző intézmények is, így például a Voszinszky-Mór megyei múzeum is bezárta kapuit. Szerdai nappal a múzeumnak az összes kiállítóhelyét nagy közönség számára, tehát nagy közönségevől be kellett zárnunk. Most jelen pillanatban 30 napig, de hát hogyha ez a helyzet nem javul, akkor várhatóan még tovább fog elhúzódni. Mi magunk arra számítunk, hogy évvégéig bizonyára el fog húzódni ez az időszak. Erről értesítettük a nagy közönséget, közösségi felületeinken, illetve fenntartónkat is, mivel hát ránk ez természetszerűleg vonatkozik. A legnagyobb feladat, ami hirtelen ezzel kapcsolatban előállt, hogy a közönségszolgálati részen dolgozó 11 fő munkatársunknak új munkakört, illetve munkafeladatot kellett találnunk. Sajnos tavasszal ez a helyzet már egyszer előállt, úgyhogy ilyen értelemben volt már gyakorlatunk. Ezek a munkatársak a digitalizálásba, adatfeltöltésbe, illetve a régészeti leletanyagnak a tisztításába, mosásába vesznek részt. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy senkit ne kelljen elküldeni, hiszen ha véget ér ez az időszak, akkor mindenkire szükség lesz. Bár kiállítást nem terveztek már az idei évre, mégis több rendezvényük elmaradt. A múzeumi esték sorozatnak a aktuális előadás, a Rafa Jernő előadását kellett lemondanunk. A Múzeum Barát Egyesület keddenként tartotta itt a saját programjait, ezeket is mind folyamatosan le kellett mondanunk. Kiállítást erre az évre már nem terveztünk, tehát október folyamán futott ki a Vármegyeházán dr. Máriásnak a tárlata. Ezt követően, mivel azért ez látszott, hogy ez a helyzet nem fog javulni, eleve már nem is nyitottuk meg az ezt követő képzőművészeti kiállításunkat, úgyhogy ilyen értelemben az ezévi kiállítási programjainkat nem kellett átírni. A szakmai munka természetesen folyik, hiszen tudományos feladatokat ellátó Tolna megyében illetékes intézményről van szó, a Voszinszky-Mór megyei múzeum esetében, ezért a munkatársaim a szakmai feladataikat látják el. A Babits Mihály Kulturális Központ ajtaján ez a tábla fogadott minket. November 11-től a kormány a kulturális intézményeket, kiállítótereket és mozikat is bezáratta 30 napra, így a Szekszárdi Kulturális Központban is elmaradnak a következő egy hónapra tervezett események. November 11-e és december 11-e között a Babits Mihály Kulturális Központ, a Művészetek Háza és a Placi Ifjúsági Közösségi Térnek a terei nem használhatók. Tehát ennek értelmében elmaradnak a rendezvények, az elkövetkezendő egy hónapra meghirdetett rendezvények, azok nem is azt mondanám, hogy elmaradnak, hanem folyamatosan keresik a kollégák az új időpontokat. A múltkor is elmondtam, hogy az elmaradó előadásokkal, koncertekkel kapcsolatban ugye folyamatos egyeztetés zajlik a színházi és a produkciós irodák között, a menedzsmentek és a kollégáink között, hogy melyek lennének azok az új dátumok, amelyek megfelelőek lennének az elmaradt előadások pótlására. Tehát most is, bár a helyzet azt mutatja, hogy megálltunk, nem álltunk meg, megállás nélkül dolgoznak a kollégák, szervezkednek, intézkednek, keresik az új időpontokat, és megy a háttérben a szorgos munka, a kemény munka. Igyekeznek jelen lenni a mindennapi életben, és amit csak lehet, feltölteni az online térbe. Most egyelőre zárva vagyunk, tehát ahogy mondottam, volt itt a térhasználattal kapcsolatban, ezt be kell tartani. Tehát ide ezek a terek, amiket felsoroltam, ezek nem használhatók. De ugye, ahogy az előbb is mondtam, az élet nem áll meg, tehát mindent megteszünk annak érdekében, a kollégákkal karöltve, hogy az online felületeinket élettel töltsük meg. Most dolgozunk azon, hogy hogyan lehetne, nem hogyan lehetne, hanem most dolgozunk azon, hogy különböző kiállításokat,
vigyünk fel az online térbe, csatlakoztunk az Országos Rajzfilm ünnephez, ami a következő napokban indul és egy hétvégén keresztül tart. Tehát figyeljük azokat a lehetőségeket, illetve nem is a lehetőségeket, hanem összegezzük, megnézzük a programjainkat, és szépen visszük őket, amit természetesen lehet az online térbe. November végén például lett volna egy kiállítás megnyitónk, hogyha kezdhetem ezzel. Ugye Baki Péter, ő a Művészetek Házának volt az igazgatója, és hát egy ilyen életmű kiállítás lett volna ugye a 70. születésnapja apropóján. Ott is igazából az online térbe költöztetjük az egész kiállítást, de nagyon bízunk benne, hogy mondjuk április végére, jövő áprilisra, vagy április elejére, amikor április elején ér véget a kiállítás, nagyon bízunk benne, hogy akkor már a televízió is ott tud beszélgetni Baki Péterrel, és elmúlik a pandémia, és akkor, ha fogalmazhatok ilyen nyersen, akkor egy kicsit jobban megadjuk a módját a kiállítás zárónak. De például 50 éves az intézményünk, gőzerővel készülünk a Babics 50-re. Online tartalmakkal, Babics 50-es online tartalmakkal fogjuk megtölteni a közösségi felületeinket, mert úgy vagyunk vele, hogy nem csak magunk miatt, azért, hogy érezzük, hogy mi teszünk valamit, hanem én azt gondolom, hogy a közönség miatt is mindent meg kell tennünk azért, hogy a közönséget kiszolgáljuk. Tehát a közművelődés, a kultúra, a szórakozás, a szórakoztatás ezen formája az egy pici fényt visz az embereknek az életébe, és ezeket nekünk fényt kell vinni az életbe. A Kulturális Központ tehát egy időre átköltözik az online térbe, kísérjék figyelemmel. Könyvbemutatót tartottak Bonyhádon a Völgységi Múzeumban. A mű a Völgységi Tájszótár címet kapta. A közel 600 oldalas szótára jellegzetes tájszólásokat mutatja be, amelyek a Völgységi patak felső vízvidékein jellemzőek. A hegyháti magyarok és németek néprajzáról, népszokásairól szóló megfigyelései nagyon pontosak és hitelesek. Bár jelen nem tudott lenni, levélben írta meg az alkalomra szánt beszédét Pesti János nyelvész professzor, a Völgységi Tájszótár társszerzője, amelyet Máté Gábor, szintén a könyvszerzője olvasott fel Bonyhádon, a Völgységi Múzeumban megrendezett könyvbemutatón. A közel 600 oldalas szótár 2018-ban készült, és a Völgységi patak felső vízvidékén fekvő hét falujának kifejezéseit foglalja össze. A könyv azt a jellegzetes helyi tájnyelvet mutatja be, amely a paraszti világgal, bányászattal kapcsolatos. A szerző azt mondja, ezeken a tájakon még a mai napig jellemző a tájszólás. Az ötlet az onnan jött, hogy maga a tájszótár, mint műfaj a tudományban, az már jó ideje, sok évtizede egy bevett műfaj, és pont azzal a szándékkal kezdték el írni a nagy névtanos elődök ezeket a tájszótárakat, hogy az elveszőben lévő névanyagot tulajdonképpen konzerválják ilyen módon, vagyis ezeknek amúgy a köznyelvi kifejezéseinktől eltérő értelmű kifejezéseket valahogy ugyan mégiscsak megmentsék. Tehát ez egy régi gondolat, és hát úgy látszik, hogy még mindig van aktualitás ennek a gondolatnak, mert még vannak olyan vidékek Magyarországon, ahol nagyon érdekes és a köznyelvtől eltérő értelmű kifejezéseket, vagy más hangzású kifejezéseket lehet gyűjteni, és ezeket próbáltuk összegyűjteni ebbe a tájszótárba. Egy hát több éves munka volt tulajdonképpen ez, és mellé fényképeket is gyűjtöttünk, sokat beszélgettünk a helyiekkel, tehát ez tulajdonképpen friss névanyag, hogyha úgy tetszik, tehát részben jelenben is élő névanyag, de több olyan forrásmunka is volt, aminek a segítségét vettük a szótár készítésekor, ezek már korábban publikált források, egészen a 19. század végétől a 20. századig hát sorakoznak ezek a források, amiket föl tudtunk használni. Büszkeséggel tölti el a szerzőket, hogy a kötet nagy népszerűségnek örvend, hiszen már 400 példányt nyomtattak belőle. Szerencsénkre nagyon jó fogadtatása volt a kötetnek, és két nyomás készült belőle. Az első 200 példányban készült, és a második nyomás is 200 példányban készült el, és volt egy nagyon jó sikerült könyvbemutatónk Magyar Egregyen. Igen, egyébként ezt nem mondtam, hogy csak a Völgységi patak felső részét említettem, de ez a hét falu, ez Magyaregregy, Kárász, Vékény, Szászvár, Máza és Győre
településeket foglalja magában. Magyaregregyen volt ez a könyvbemutatónk 2018-ban, és ott egy Sólyom László volt köztársasági elnök úr is megtisztelt minket a jelenlétével, mert egyébként ő volt az, aki anyagilag patronálta a könyvnek a megjelenését, amit ezúton is nagyon köszönünk neki. A szerző úgy gondolja, hogy a könyvet elsősorban azok az olvasók fogják értékelni, akiknek fontos a kultúra és a hagyományőrzés. Kinek ajánlom? Hát ez nagyon egyszerű, mert én azoknak a völgységieknek ajánlom, akik számára érték a kultúra, és meglátják a szépet a nyelvünkben és a kultúránkban. A nagymányoki németek viseletére az egyszerűség és a fekete szín használata a jellemző. A helyi németség tájházában felelhető relikviák gazdag kínálata, hű képet fest a helyi svábság történetéről, életkörülményeiről. A tájház már elnyerte az év tájháza kitüntetést, ahol rendszeresen tartanak népismeretórát a helyi iskolásoknak. A nagymányok és fábok 1722-ben Hessenből és Fuldából érkeztek a betelepítés során. A betelepülők katolikus földművesek és iparosok voltak. A jelenlegi tájházként prosperáló épület 1880 körül épült, Stengel József építette. Ez egy tipikus német ház, kő alapra épült, a követ azt nagymányok határában bányázták, ugye mert ott volt kőbánya. Vert vályok fallal épült, nyeregtetővel és ganggal. Ez a ház, ez az utca végén található, ezt az utcát pedig úgy hívják németül, hogy Genzschwanz, Libafarok utca, és ez úgy alakult ki, hogy itt a végébe folyott egy patak, ide hajtották le a libákat ugye inni, és ezért az emberek elnevezték ezt az utcát Genzschwanznak. Szokás volt ugye, hogy a libákat ne keverjék össze, szárnyukat megjelölték színes festékkel, és akkor utána ugye tudták, hogy melyik kinek a libája. A tájházba 2008-ba került ide az összes tárgyi emlék, régen egy másik házban tároltuk őket, voltak elhelyezve. 2012-ben pedig a CÉV tájháza címet nyert el a tájház. Gyűjteményt 1976-ban kezdték el gyűjteni itt a helyi hagyományőrzők, és hát ők kezdték el gyűjteni, és nagyon szép számmal több mint 1500 tárgy lelhető fel itt a tájházunkban, amit össze tudtak gyűjteni. Nagymányok népviseletére jellemző a hagyományos sváb népviselet. Egy pár ruhadarabot szeretnék bemutatni. Tél lévén egy hétköznapi idős viselet ez. Ez egy offenere, úgy hívják, hogy offenerékő. Ez azért offene, mert hogyha itt begombolják, akkor ugye itt nyitott, és a szoknyán kívül hordták. Télen ilyen pargettanyagból készült a felső és a szoknya is, ugye hát a hideg ellen védekeztek. Erre még húzhattak ugye egy umhengtiklit, egy válkendőt, ha kimentek. Férfiaknak télen kötöttek zoknit, ugye az asszonyok, hogy ne fázzon a lábuk. Téli munkájuk ugye az asszonyoknak ez volt, hogy fonóba jártak, zoknit, pacskert kötöttek, kesztyűt kötöttek maguknak. Ha kimentek az udvarra, akkor erre az oknira ezt a faklumpát húzták fel, ugye, hogy ne legyen sáros ugye az okni, és kint rögtön le tudták venni a gangon, és utána már a pacskerral jöttek be a lakásba, ami először nálunk tiszta fekete volt, nem volt semmilyen mintája, annyi, hogy megtalpalták ugye ilyen vastagabb anyaggal, később már díszítették hímzett mintával is, de az már csak a későbbi időben volt. Thank you.
Az ünneplős viseletéből olyat tudok csak mutatni, ami idős asszony viselet, mivel a fiatal asszony viseleteket sajnos már nem lehetett fellelni. És ez azért is van, mert a fiatal asszonyok ugye nagyon korán sötét ruhát kezdtek el hordani. Miután férjhez mentek, már nem volt úgymond divat világos ruhát hordani, hanem sötétebb színeket kezdtek el hordani. És ha véletlenül megözvegyültek, akkor meg már csak feketében jártak. Úgyhogy nálunk inkább a tájházban ezek a nagyon sötét színű ruhák találhatók meg, mert ezeket tudtuk még felgyűjteni. Ez egy idősebb hölgynek a felsője, ugyanúgy az az offen rékli szabása, tehát nyitott rékli szabás. Annyi, hogy mivel ugye ez nem egy hétköznapi viselet, ezért fekete csipkével díszítették. Nagymányokon ez volt az egyetlen egy dísze a ruhának, lehetett ez fiatalasszony ruha vagy idősasszony ruha, csak a fekete csipke volt a dísze. Ugyanígy a kötényt is csak fekete csipkével díszítették. Egy nagyon fontos momentum volt ugye egy lány életében, amikor férjhez ment. Nálunk a menyasszony az tiszta feketében ment férjhez. Itt meg tudom mutatni egy babán is. Tiszta feketében ment férjhez. Ugye fekete szoknya volt rajta, alul a szoknyán egy úgynevezett penzeli található, ez egy ilyen kis szőrös zsinórszerűség. Egy fekete kötény ugye, ami szintén csipkével díszített, és egy fekete rékli, ez viszont lehet látni ugye, hogy nem egy offen rékli, hanem ez egy szűk fazon, ugye rásimult a fiatal asszonynak a testére, ez egy passant réklinek hívják. Nyakába ugye nyakláncot viselt, általában keresztel vagy Szűzanya Mária képével, és a fején pedig fehér mirtuszkoszorút. Ez volt az egyetlen egy fehér, ami megtalálható volt a menyasszonyon. Egy eredeti koszorút láthatunk ott fönn a falon, mivel hogy ugye menyasszonyként három darab alsó szoknyát viselt, aminek fehér csipke díszítette az alját, és kötött harisnyanadrágot, vagyis hát inkább zoknit hordott. Ez egy rozmaring mintás zokni, ezeket is a lányok saját maguk kötötték meg, mielőtt férjhez mentek, öt kötőtűvel. Ez egy jellegzetessége. A fekete szín dominanciája onnan alakult ki, hogy az elhurcolások miatt hamar megőrizvegyültek az asszonyok. Az egyszerűség pedig abból alakult, hogy Hessen és Fulda környékén nem voltak gazdagok az emberek, egyszerűen éltek és hozták magukkal a szokásrendet és az öltözködés rendjét. Egy népviselete az onnan állapítható meg, hogy gazdag vagy szegényebb családból valók, hogy milyen a népviselet. És nálunk ez ugye azért alakult csak így, mert nem voltak olyan gazdagok, akik idejöttek. Tehát ezért csak a fekete csipke, ami megmaradt nekik dísznek. Nálunk nincsen nyaklánc, nincsen ékes fejdísz, tehát nálunk ez nem jellemző. A menyasszonyi ruha kifehéredése körülbelül 60-70 évvel ezelőtt történt meg. Ezt a folyamatot hívják kivetkőzésnek. A sváb ruhákban sok volt az anyag, ezeket használták fel az új ruhatárak kialakításához. Egy-két néni nem volt hajlandó ugye kivetközni. A tájház látogatottságát illetően elmondhatjuk, hogy elég szépen látogatják tájházunkat, és ismerik meg nagymányok kultúráját ezáltal. Nagyon sok csoport jön hozzánk, jönnek családok, jönnek... Ja, oda, bocsánat. Tehát mondom még egyszer akkor, jó? Tehát a tájház látogatottságát illetően jönnek mindig csoportok hozzánk, akár családok is meglátogatják tájházunkat, ezzel megismerik kultúránkat, nagymányok régi kultúráját. Ezen kívül a helyi iskola, mivel német nemzetiségi iskola, és a honis népismeret órán német nemzetiségi hagyományokat ápolunk, és főként nagymányoki német nemzetiségi hagyományokat, az óra keretein belül is meglátogatjuk egy évben több alkalommal a tájházat, és itt szemügyre vesszük ugye a régi tárgyakat, elmeséljük a régi dolgokat a gyerekeknek, nagyon-nagyon szokták élvezni.
Sopronból, Pécsről, Szegedről, Budapestről, Zalaegerszegről és még a határon túlról is érkeztek versenyzők Paksra a 23. Országos Amatőr Poprock Jazz Fesztiválra. A pandémia miatt zárt volt a rendezvény, a színház teremben csak a zsűri foglalt helyet, a tehetségkutatót online közvetítették. Vágyunk az ég felé, de mégis hogyan érjük el, hogyha kétség végül is egy új irányba indít el. Adj nekem szájkat, és én is megmutatom neked. Fiatal zenészektől volt hangos a Csengei Dénes Kulturális Központ Pakson. A már több évtizedes hagyománnyal bíró tehetségkutatóra jelentkezők legjobbjai kaptak lehetőséget, hogy színpadra léphessenek a neves zsűri előtt. Igazából a mostani helyzet nagyon megnehezíti a feladatunkat, ugye már online közvetítés van, a zenészek üres nézőtérnek játszanak, ami nem egy hálás feladat. A zsűri van bent, csak a színház teremben, illetve a technika kezelői. Van egy Romániából, tehát Erdélyből egy zenekar, Csíkszerdából. Ők részben Magyarországon tanulnak, azért tudtak bejönni. A dobosuk sajnos az kintreket, egy új dobossal állnak most színpadra, akadémisták különben. Sopronból jött zenekar, jött Pécsről zenekar, Pestről azt hiszem 4 zenekar érkezett, jöttek Szegedről, jöttek Zalaegerszegről, és ha jól belegondolok, szinte az ország minden tájáról jöttek, hál' Istennek. Azt gondolom, hogy igen nagy híre van a tehetségkutatóknak, azért is, mert itt a zsűri személyei olyanok, akik nagyon-nagyon hitelesek. Tehát Berki Tamás, aki a Zeneművészeti Egyetemnek a tanára volt. Az idei évben egy kicsit több zsűritagot hívtunk meg, ugye mert tartottunk attól, hogy visszamondják a pandémiás helyzetet való tekintete, de hál' Istennek Berki Tomi is bevállalta, ő a zsűri elnöke. Tóth Viktort, ugye paksi születésű, kiváló világhírű szaxofonművészt sikerült megnyerni a fesztiválnak. A paksi születésű világhírű szaxofonművész Tóth Viktor tavaly vett részt először zsűritagként. Örömmel fogadta el a meghívást idén is. Tavaly voltam először, mint zsűri itt a fesztiválon, ez a második alkalom. Hát nagyon nagyszerű versenyzők, fellépők, zenész kollégák vannak. Hát nagyon nagy élmény, hihetetlen sok színű a paletta, az egészen jazzes dolgoktól, az egész kemény rockzenéig. Nagyon izgalmas produkciók voltak. Most az előző zenekar nekem az egyik kedvencem volt, egy kis trió, akik valami olyan tisztaságot, olyan egyszerűséget és magával ragadó képességet képviseltek, amire maximum pontot tudok csak adni nekik például. Hát nekem az egész zenei pályafutásomban talán ez a lelki töltet a legfontosabb, és ezt keresem a zenész kollégákban is, és a versenyzőkben is, vagy tehetségekben, hogy tud átjönni a lélek üzenete, az ő lelkük üzenete a hangszeren keresztül. Persze figyeljük azt is, hogy technikailag milyen a csapatnak az együtt működése, a szöveg milyen, de igazából valami összkép, valami üzenetre vágyom én, amit szeretnék megkapni. És innentől kezdve teljesen mindegy, hogy az jazz, az rockzene vagy rapzene, az a lényeg, hogy itt érezzem valahol. A paksi tehetségkutatón a zenekarok versenyét a Kistarcsai Prov nevű együttes nyerte, akik ezáltal részt vehetnek 2021. októberében megrendezésre kerülő Öröm a zene tehetségkutató döntőjében, ahol 3 millió forintos fődíjért küzd a Kárpát-medence 26 legtehetségesebb magyar feltörekvő zenekara Budapesten. A paksi fesztiválon Újfalusi Gábor díjat kapott Regián Rékata, a csíkszeredai Infable zenekar énekese, zenekara pedig második lett. A Csíkszeredai István Művészeti Liceumban kezdtük ezt az egészet, ott találtunk egymásra, és úgy döntöttünk így az évek múltával, hogy akkor itt szeretnénk folytatni Budapesten a Zeneakadémián és a Konziba tanulmányainkat, úgyhogy így kötöttünk itt ki. 2019-ben a kolozsvári Jazz in the Park versenyen külön díjasok lettünk, és a Szebeni Jazz Fesztivál versenyén is részt vettünk, ott is a döntőbe jutottunk, és amire még emlékszem, hogy ilyen tehetségkutató verseny, igen, ez a Balatonboglári verseny, ahol még részt vettünk, de igazából
verseny ide, verseny oda, szerintem a lényeg az, hogy minél több zenekaron megismerkedjünk, meg hogy megismerjük egymás zenéjét, és most teljesen mindegy, hogy ez egy versenyben van, megszervezve, vagy pedig egy fesztiválban. Úgyhogy is nagyon örülünk persze, hogy bejutottunk ide a döntőbe. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!